Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10.000 forint. És akik megrendelik az ingyenes hírlapot, ami havonta jön, kapnak kedvezményt egy kirakás asztrológiával együtt 6000 forint. Persze mindig van egy más téma, minden hónapban egy más kedvezmény. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt a kereszt jelentheti a hitét. Azon kívül jelenti a sors utakat, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát ő látni akar téged. Ez az ő vágya, álma, elképzelése. Lehet, hogy úgy tesz majd, mintha ez a találkozás véletlen lenne. Amit a kereszt még jelenthet, hogy ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Amit a hold még jelenthet, az lehet az anyukája is. Hogyan érzi magát? A nap jelenti, hogy megvan nála az életerő, ez a kisugárzás, azon kívül megjelenik újra az az elképzelés vagy terv, hogy ő látni akar téged. Itt a sorsutak kereszteződnek, találkozni akar veled, a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és ez a vágya, hogy találkozzatok. Amit a gyűrű jelent, az a kapcsolat kettőtök között, vagy azt is jelentheti, hogy visszatér hozzád. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez a lovas férfi jelenti a mozgást, tehát útban van hozzád, és a madarak jelentik a könnyűséget, a kapcsolatot, a beszélgetéseket. Amit ez a kép még jelenthet, minden, ami mozog, sport, autó, kirándulás, változások, költözködés, lehet, hogy ezekről a témákról szeretne beszélni veled. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a könyv, ez utalhat a tudásra, hogy itt vannak beszélgetések, mindkettőtöknél megvan a képzés, vagy lesz egy továbbképzés. Amit a könyv még jelent, az ő zárkózottsága, de ez megváltozik, hiszen kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, nyíltan fog beszélni veled. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!